10 méteres kráter nyeli el az egyik patakvizét a Nógrádi bánkon. A meder ugyanis néhány napja beszakadt, a víz pedig több méter magasból zúdul le, végül eltűnik a kráter alján. Helyi fiatalok fedezték fel a különleges helyet, még a szakemberek sem tudják egyébként, hogyan keletkezhetett. És attól félnek, hogy máshol is beszakadhat a föld, ezért a környéket elkerítették, lezárták, mert életveszélyes. Hatalmas robajjal zúdul le a jenői patak vize ebbe a több mint 10 méter mély szakadékba, amit néhány napja fedeztek fel az itt lakók. A patakmeder beszakadt, a víz így ebbe az óriási kráterbe folyik, ahonnan rejtélyes módon eltűnik. A szokatlan hangra a közeli sportpályán focizók figyeltek fel, amikor véletlenül kirúgták a labdát és keresni kezdték a bozótban. Itt volt a labda ezen a környéken, és azt vettük észre, hogy valami csobog. Megnéztük, egy nagy kráter volt a földbe, ami elnyeli a vizet. Először mindenki azt hitte, hogy a hatalmas gödör egy idő után megtelik majd, és a patak tovább folyik a medrében. Mi azt hittük, hogy ez a medence meg fog telni. Tehát olyan nagy, hogy ez megtelik vízzel. És lehetetlen, hogy megteljen. Ahogy dől bele a 3 napja, már meg kellett volna telni, és úgy tűnik el. Nem gyerekjáték. Azt mondja, ez a férfi azon lepődtek meg igazán, amikor a beomlott föld is eltűnt, azt is elmosta a víz. Az, hogy hova folyik el a rengeteg víz, a falubeliek is csak találgatják. Környéken vannak bányák is, hát lát, vagy voltak régebben is, lát, hogy ennek is köze van hozzá ez az eseményhez. A polgármester azt mondja, attól félnek, hogy bármikor beszakadhat máshol is a föld. A közelben egy sportpálya és több épület is van, akár ezek is veszélyben lehetnek. Nem tudjuk, hogy hova megy ez a víz, és félő, hogy ugyanolyan kimosást, vagy valahol okozhat ez a nagyon mennyiségű víz, ami megy valahol, mert tényleg is nem látjuk az útját, hogy hova vezet. Ezért elkerítették a krátert, és mindenkit figyelmeztettek, hogy ne menjen a patak közelébe, mert a környék életveszélyes. Földbe kerítettük, kim voltunk a rendőrökkel, figyelmeztető táblákat raktunk, hogy vigyázz a tomlás veszély. Vízügyi szakemberek napok óta keresik a szokatlan jelenség okát és az eltűnt vizet. Egyelőre egyiket sem találják. Most is helyszíni méréseket végeznek, mérik, hogy a vízhozam hol mekkora. Az egyik feltételezés szerint egy korábbi földrengés miatt szakadt be a föld. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezek feltételezések, ugye az elmúlt napokban ezen a területen voltak kisebb földrengések, és a szakemberek azt mondják, hogy esetleg erre vezethető vissza ez a különös jelenség. Azt mondja a szóvivő, ha a hétvégén nem derül ki, hova tűnt a patak vize, egy speciális, a környezetre ártalmatlan festékkel jelölik meg a vizet és figyelik, hol bukkan fel. Hangja van? Van.
forma. Nagy? Mennyire? Ennyire, mi? Nagy. 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 Szólj, ha menjek segíteni. Jó. Gyere. Eresz rá, csörlővel eresz rá. Ez műanyag. Köszi. Vigyázni a szájomra. Ráadásul nem is egy van benne, basszus. Jó, engedj visszafele. A 16. métertől indulunk fölfele, méterenként vannak bent a keretek, végig kifeszkézve. A feszkék ugye nyomás ellen védik a kereteket, esetleges húzóerők föllépése esetén pedig a becsavarozott laposvasok tartanak. A 16. méternél tartunk lent. A 16. méternél elértük azt a szakaszát a víznyelőnek, ahol már szabad ézagok vannak a kőtömbök között. A lefele elmenő víz fölgyorsult, ki most a gyagos, a kőzetlisztes frakciót, csak kavicsszerű részek vannak, illetve semmi a kőtömbök között, mert semmi a kőtömbnél, tehát 200 mm-nél nagyobb átmérő kőtömbök között. Biztosítási probléma volt, itt megoldottuk cementhabarcs, közte acélszálakkal, a jobb oldali részen megfalazattal. Hála a támogatóknak sikerült az a betontéglákkal megoldani ezt a falazatrészt, ez már a végleges biztosításnak az eleme. Fölfele megint betontéglákkal falazott szakaszok vannak, mert az omlást így sikerült a legjobban megfogni, mögötte hézag, amiből úgy szedtük ki a követ.